Jóska bátyám, engem ért az a megtisztelő feladat, hogy egy kerek 70. évforduló alkalmából köszönhessem ön. 10 évet voltunk együtt, már a tartalék bajnokságban is az edzőm volt, majd később a felnőtt csapatban is az edzőm lett. De remélem nem úgy gondol rám, mint a legügyetlenebb játékos ez alatt a 10 év alatt. Viszont amikor még gyerek voltam, labdát szedtem a Népstadionban, és sose fogom elfelejteni, amikor a népszerű kalap azt kiabálta. Reszkes vasas, mert itt a muha, lesz ma nektek ruha. Sok boldog születésnapot! Szeretettel köszöntöm Önöket újra Dobban a Fradi Szív itt a 9 TV-n. 2 héttel ezelőtt dr. Juhász István ült itt velem szemben ebben a székben, most pedig az egyik korábbi csapattársa, a kétszeres magyar bajnok és négyszeres magyar kupa győztes Muha József ül itt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, üdvözlöm. Örömmel tettem, és fradista tisztelettel köszöntöm a nézőket. Hát fradista tisztelettel, de Sándor Károly és MTK gyerekkori szeretettel? Így igaz, örök tiszteletem. A népszerű csikar mondhatni bácsinak, mert azt kell, hogy mondjam, de ugye köztudatban mindenki csikarként ismerte. Én gyerekkoromban MTK szurkoló voltam, és kifejezetten és egyértelműen a Sándor Károly miatt. Mert annyira gyerekként annyira megragadott az ő habitusa és a játékhoz való hozzáállása, és az a küzdő szellem, ami őt jellemezte, hogy hát óhatatlan volt, hogy az MTK mellett tettem le voksomat gyerekként. És milyen érdekes, én mindenképp szerettem volna, hogyha ezt itt elmondja, mert hogy rá tudok kötni egy különös epizódra, hogy amikor 70-ben megegyezett a Ferencvárossal még csak szóban, azt követően épp Sándor Csikar és az MTK kereste önt, mégsem szegte meg a szavát. Így igaz, hát azt mindenképpen el kell mondanom, hogy ugye MTK szurkoló voltam gyerekként. Ám de 68-ban, amikor Dorogról ifi válogatott lettem, akkor nekem az akkori ifi válogatottnak a szövetségi edzője Mészáros Dodó bácsi volt, Isten nyugosztalja, akiről hát mindenki tudja, hogy ferencvárosi érzelmű volt, és én azt gondolom, hogy miután elég meggyőzően teljesítettem az ifi válogatottnál, szerintem felhívta rám a ferencvárosi vezetők figyelmét is, és onnantól kezdve, bár rögtön hozzáteszem, hogy abban az időben, aki ifi válogatott volt, az több élvonalbeli csapat bombázta ajánlatokkal. Ez az én esetemben is így volt, a Vasas, Honvéd, vidéki csapatoktól is, például a Tatabányától is kaptam ajánlatot, de annyira meggyőző volt a Dodó bácsinak a személye, hogy onnantól kezdve vallom magam fradistának, annak ellenére, hogy nyilván az MTK-hoz való vonzalmamat sem felejtettem el, de onnantól kezdve én izigvérig fradi szívűnek és fradi érzelmének tartom magam. Hozzáteszem, itt gyorsan elmondom a Sándor Csikarral való sztorimat, ugye ő személyesen lejött hozzám, és próbált arra rávenni, hogy az MTK az igazoljak, és akkor nagyon-nagyon kulturáltan és nagyon-nagyon becsületesen és őszintén sikert kívánt nekem, mert én elmondtam, hogy még ugyan nem írtam alá, de én szóba elköteleztem magam Ferencvárosnak. Tehát igazából Csikor is egy úriember volt, és nem győzködte önt. Abszolút. Úgyhogy aztán hát 70. január 1-ével sikerült a Ferencváros igazolt játékosává válnom. Nem félt? Nem volt nyomás? Vagy ilyen vagány srác volt a kis Muha József? A fene tudja, én nekem olyan szempontból szerencsém volt, hogy a dorogi csapatba kezdtem igazából a profi karrieremet, és az akkori dorogi csapat, aki sajnos egy év alatt két osztályt is zuhant, mert abban a szisztémában az NB1-ből rögtön a harmadosztályba találta magát, de még a régi struktúra működött, és még az úgynevezett régi játékosok, még a legendás játékosok is játszottak még a harmadosztályú csapatba. A vidék legjobb csapata volt a dorogi bányász akkor, úgyhogy én nekem nagyon-nagyon jó iskolám volt, én nagyon-nagyon sokat tanultam, és hálás is vagyok a dorogi bányásznak, nyilván annál is inkább, mert én apai kötődés miatt, én dorogi kötődésem van, apai ágon,
Én azt tudom mondani, hogy nekem nagyon jó családi hátterem volt, nagyon jó tanáraim voltak, nagyon jó, annak ellenére egy vidéken, Máza községbe fejeztem be az általános iskolát, de mindig volt bennem ambíció, és imádtam olvasni. Nagyapám vette erre rá még egész kiskoromban, hogy ugye megtanultam betűket, megtanultam olvasni, én nagyon-nagyon sokat olvastam. És ezt érezte egyébként, hogy emiatt könnyebb is volt talán a beilleszkedés a igen, felnőttek igen, közé, igen, úgymond a igen, fradiban? Igen, igen, éreztem egyrészt ez a része, hát a másik része meg nyilván jellemben, meg habitusban van benne az emberben. Tehát én mindig olyan habitusú ember voltam, aki aránylag könnyen, nem aránylag, hanem tényleg könnyen egy közösségbe be tud illeszkedni, mert megvan hozzá a képességem és az elszántságom. Tehát én azt tudtam, hogy én nekem világklasszisok között el kell, hogy fogadjanak, el kell, hogy fogadtassam magam. Van egy történet, amit többször elmesélt már, de nagyon szeretném, hogyha itt is elmondanánk, mert nagyon, nagyon érdekes ennek a lefutása, 71 márciusa, Vasas elleni mérkőzés, Mészöly Kálmán és Muha József. Hát ehelyről is tudjuk nagyon jól, hogy a Kálmán most gyengélkedik, de ehelyről is, aki nézi ezt a műsort, üzenem ehelyről is, hogy jobbulást és minden jót kívánok a Kálmánnak. És akkor itt rögtön visszautalok arra, hogy 70 márciusában az első bajnoki meccsen be is mutatkoztam a Ferencváros csapatába, Salgótarjánba. Tehát megvívtam a magam csatáját, tudtam, hogy ezt hogyan kell megvívni, hogy alázatosan kell játszani, alá kell játszani a nálam jobb futballistáknak. Tehát mindegy, a lényeg, hogy beverekedtem magam csapatba, és akkor én már a második, vagy nem tudom hányadik szezonomat végeztem, vagy folytattam a Fradiba. Névstadion, hát nem voltak akkor se kevesen a nézők, mert mit tudom én, ilyen egy sima Fradi Vasason is volt 40, 30 és 50 ezer néző között. A lényeg, hogy szöglet volt, de előtte úgy volt szöglet, hogy én ott beverekedtem magam a Vasas kapujának előterébe, és akkor teszem rögtön hozzá, hogy a Kálmán akkor már ugye 30 fölött volt, tehát abban az időben kifele ment már a pályafutása. Én meg fiatal, ifjú titánként azért ott száguldoztam leföl, mint a vasaló, dirdur, ide-oda-amoda, és szöglet lett az akció vége, és valahogy mi összekaptunk a Kálmánnal, és én egy hát elég tiszteletlenül szóltam hozzá. Fotóm is van róla egyébként, ahogy kényszeredetten, nem találtam meg azt. Nekem megvan kényszeredetten kézfogás, de kézfogás a következőképpen zajlott le, szöglet, Szőke Pista készülődött a szöglet beadásához, de Flóri meghallotta, hogy én milyen tiszteletlenül, hát most nem akarom idézni, de te öreg, meg stb. És akkor ezt meghallotta. És kiintett a Szőke Pistának, hogy várjál Pistikém, és akkor elkapta a fülemet, de szó szerint a fülemet. És oda vitt a Kálmánhoz, és mondta, hogy ide figyelj, te kis taknyos. Tudod te, hogy kivel? Hát mondom, tudom, igen, de rebegtem, tudom. Hát akkor most elnézést kész, és a kellő tisztelettel kész elnézést, mert így egy ilyen futballistával nem beszélhetsz. És akkor kézfogás, elnézést kértem, kiintett a Szőke Pistának, jöhet a szögletbeadása, és utána ment tovább a játék. Ez micsoda történt, és mennyi mindent elmond Albertről, nem? Igen. Nagyon szerették egymást egyébként, tehát a Kálmán meg a Flóri amúgy is nagyon-nagyon jó viszonyban voltak, és tisztelték egymást. De most picit még beszéljünk kettő nagyon kellemes évadról, vagy kettő nagyon kellemes szezonról, ugye ez a két bizonyos bajnoki cím, 75-76 és 80-81, mind a kettőben alapembere volt a Ferencvárosnak. Hogyha valamiféle különbségeket kell keresni, vagy hogy mi miatt marad emlékezetes a két szezon, akkor miket emel neki? Hát mind a két bajnoki cím óriási fegyvertény volt, azt mondom se kell. A 75-ös talán annyiból volt érdekes és fontos számunkra, mert azelőtt ugye 68-ban, vagy mikor nyert a Ferencváros bajnokságot, tehát azért jó pár éve eltelt, és az a 75-76-os bajnoki cím, az ugye Jenő bácsinak a vezetésével, akkor egy ilyen úgynevezett csikó csapattal sikerült ezt elérni, saját nevelésű játékosok lettek akkor beépítve a csapatba. Ráadásul abban az évben ugye előtte kekdöntőt is játszott a csapat. Tehát
igazából aztán ez én nekem akkor olyan, hogy úgy mondjam, jogfolytonos volt. Most egy rossz kifejezés talán, de jogfolytonos volt, mert 70-től én folyamatosan játszottam. Aztán, hogyha rátérhetünk a 81-esre, az nekem, az előzőnél azért volt érdekesebb, mert én akkor nagyon mélyről kerültem vissza, és jöttem vissza ebbe a csapatba. Mert azt tudni kell, hogy 78-tól, hát olyan másfél évet én a tartalékcsapatban voltam, még azt is megkockáztatom, hogy száműzve, mindösszesen a 27 évesen, nem is értettem, hogy miért. A lényeg, hogy az akkori edzőnél én kegyvesztett lettem, de elég durva szinten, olyan durva szinten, hogy én akkor az elmenetelbe gondolkodtam, az átigazolásba gondolkodtam, de hála jó Istennek megfordult a sorsom, ugye Novák Dezső került vissza a csapat élére, aki nekem bizalmat szavazott, és ezért a 81-es bajnoki cím, 80-81-es bajnoki cím, hogyha lehet ezt mondani, nekem mind a kettő egyformán kedves, de ez annál is kedvesebb, mert mélyről jöttem vissza. Erről a bajnoki címről hosszabban is beszélgettünk nemrég az évforduló kapcsán Szokolai Lászlóval és Józsi bácsival, ők jöttek el ide hozzánk a stúdióban, úgyhogy egy picit most térünk vissza meg erre a másfél éves száműzetős vagy száműzetéshez, mert ez nagyon érdekes, és adott egy nagyon komoly és nagyon hosszú nyilatkozatot talán a labdarúgásnak, vagy én már nem is tudom, lehet, hogy a képesport volt akkor, tehát már ott a száműzetés vége felé, hogy úgy mondjam, és ott tényleg nagyon közel volt ahhoz, hogy elmenjen a Ferencvároshoz. Mégis mi tartotta itt, hogyha hétről hétre nem tudott játszani, nem adták meg a lehetőséget, észérvekkel is alá lehet támasztani azt, hogy jogtalanul? Hát egyrészt a Ferencváros iránti elkötelezettségem, mert azt tudni kell, hogy aki be egyszer ez a fradista érzelem úgy magáévá teszi és beleszivárog, beleeszi magát, borzasztó nehéz szakítani vele. Tehát azért voltak ugye ilyen hagymázos elképzelések, hogy mit tudom, én nem akarom sorolni az akkori csapatokat, akik átigazoltak volna, ebbe volt NB1-es, volt NB2-es is, de úgy azért én nagyon-nagyon sokat nyüglöttem, és úgy elképzeltem, hogy most akkor nem az Üllői útra jövök ki, nem a Fradi pályára jövök ki edzésre vagy mérkőzésre, hanem X város, XY stadionjába. Na most az nem ugyanaz természetesen. Tehát az egyik része az ez volt, a másik része meg az volt, hogy azért ugye másfél évet, mert egy fél évet úgy nyertem, hogy a Pogány Laci megsérült, és akkor az ő posztján egy fél évet még tudtam játszani, de a másfél év alatt a tartalékcsapatba is Fradi címeres, zöld-fehér mezbe tudtam futballozni. Persze zöld-fehérbe játszhattam volna bárhol, mert voltak vidéki csapatok is, akik zöld-fehér színnel rendelkeztek, de a Fradi címer az itt volt, ezen a mezen volt. Úgyhogy ez az egyik, ami, és szerintem ez volt az egyik legfontosabb. A másik meg az, hogy türelmes voltam, és úgy gondoltam, hogy hát, hogyha az élet úgy hozza, hogy még egyszer megkapom a lehetőséget. És így is történt, ugye azért én érdeklődtem, és akkor azért eljutott hozzám az információ, hogy nem lesz megújítva, vagy meghosszabbítva az edzőnek a szerződése, és egy új edző jön majd, akit akkor én még nem tudtam, hogy a Dezső lesz, és akkor ez is egy kis türelemre sarkított. Én nekem itt voltak a játékostársaim, itt voltak a barátaim, akkor már családos is voltam, gyerek is volt, nehéz lett volna elmozdulni, és nem biztos, hogy arányba lett volna az a juttatás ezzel a váltással. Mennyit változott a világ? Na mindegy, ne kanyarodjunk el nagyon. Tudja, mikor lesz a premierje ennek a beszélgetésnek? Mikor kerül adásba? Beszéltünk róla? Á, mosolyom. Á, levettem a fülest, én úgy tudom, hogy hétfőn. És az október 25-e. Ez jó kis dátum, nem? Hát ez nem tudom, hogy jó-e vagy nem. Az a 70. születésnapom. Nem nagyon szeretem én ezeket az évfordulókat, de 70 éves, el se tudom képzelni egyébként, hogy 70 év, de hát mondjuk ezt meg kellett érni, és mindig azt szoktam mondani, hogy aki megöregszik, tehát gyakorlatilag még mindig jobb, mint fiatalon meghalni. Tehát ezt tudom ezzel kapcsolatban mondani. Nagyon érdekes dolog, én vannak nyilván, akik szeretik, hogyha ilyen ünnepségben van részük. Én nem nagyon, én emlékszem, hogy
hogy szegény édesanyám is mindig mondta, amikor ugye jöttek ezek a névnap, születésnap, de kisfiam, mondám az iskolába, ja, Isten őrizzen, hogy mondjam, nem nagyon szeretem. Én most is komolyan mondom, persze nyilvánvaló dolog, hogy nagyon jó esik az embernek, mert sokan gondolnak rá, sokan köszöntik, és ráadásul ugye ez egy kerek évforduló, de hát el fog telni ez a nap is. Na, azért mi is készültünk egy kis meglepetéssel, valaki üzent önnek egy videóban, nézzük ezt most meg itt a kijelzőn. Jóska bátyám, engem ért az a megtisztelő feladat, hogy egy kerek 70. évforduló alkalmából köszönhessem ön. 10 évet voltunk együtt, már a tartalék bajnokságban is az edzőm volt, majd később a felnőtt csapatban is az edzőm lett. De remélem nem úgy gondol rám, mint a legügyetlenebb játékos ez alatt a 10 év alatt. Viszont amikor még gyerek voltam, labdát szedtem a Népstadionba, és sose fogom elfelejteni, amikor a népszerű kalap azt kiabálta. Reszkes vasas, mert itt a muha, lesz ma nektek ruha. Sok boldog születésnapot! Kicsit bekönnyezett a szeme, Józsi bá. Ez kis Flóri miatt, az üzenet miatt? Mind a kettő miatt. A Flóri miatt is, a Flórika miatt is, mert nekem világ életében Flórika fog maradni, meg hát az üzenet miatt is, hogy mikre tud emlékezni, és egyébként nekem a Flóri személye, az Albert család, különös tekintettel a Flórikára, külön-külön szívügyem. Erre akartam célozni, ugye imént már mondtam, hogy lesz majd még szó Albertről, mert hogy 71-ben a fülrángatás után hogy jutottunk el oda, hogy önök nagyon jó barátok lettek? Hát amit korábban mondtam, hogy el kellett fogadtatnom magam. Tehát én nyilván egyrészt a játéktudással, a képességekkel, másrészt a viselkedéssel. És én ezt a kettőt nagyon jó szimbiózisba tudtam hozni. Tehát én a Flórival imádtam játszani. És én nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, és életem egyik a nagy vívmánya, ilyen nagy szavakat használva, hogy a Flóri befogadott a társaságába. És szinte azt kell mondjam, hogy szinte még a családjába is befogadott. Én nagyon-nagyon sok időt töltöttem itt a Ferenc körúton a borozójába, fiatal játékosként. Nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, arról már nem beszélve, hogy a TFN a szakedzőit együtt végeztük, például Rákosi Gyula, Flóri, tehát ott is együtt voltunk, és nagyon-nagyon sok buliba. Ez kellett nyilván kocintani is, de módjával, tehát az is hozzátartozott, hogy az embert úgy befogadják, amivel az égvilágon semmi probléma nem volt. És aztán hát nagyon sok sztorit tudnék mesélni, mert azért volt ez a zárt kör, ugye a Flóri, a Novák Dezső, a Szücs Lajos, a Géci Pista, talán a Juhász Pista is beletartozott. A fiatalok közül azért nem olyan sokan. Én ebbe benne voltam. Branikovics Laci nyilván benne volt, a hasonlóság miatt is. Én ebbe a körbe benne voltam. És aztán utána ugye úgy fordult az ember élete, és akkor most ugrok egy nagyot, mert akkor most már edző vagyok a kis Florival kapcsolatosan. Nagyon jó. És amikor én 83-ban hazajöttem Belgiumból, akkor rá egy évre, másfél évre a tartalékcsapatot kaptam meg. És a kis Flóri akkor az ifi csapatba játszott. És akkor még nem látszott rajta az a fajta kvalitás, ami később kijött. Az akkori ifi edző, ugye én megkérdeztem, mint a tartalékcsapat edzője, hogy kit javasol, mert ez, szerintem ez egy nyilvánvaló dolog, és érdekes módon a Flórit nem javasolta, hogy egyen följebb lépjen. Én azt mondtam, hogy azért egy Albert Flóriánnak a fia, aki ifjú Albert Flórián, hogy ne kapja meg azt a lehetőséget, hogy megmutassa magát, ez számomra elképzelhetetlen. És akkor kértünk egy plusz játékengedélyt a Flórira. És így került az én kezem alá a tartalékcsapathoz. Meg kell mondjam, hogy megvívtuk a magunk csatáját, mert a Flóri akkor volt ilyen pubertáskorú, ilyen serdülő fiú, nem mint játékos, hanem mint egyén. Mint ember, persze. Mint ember, igen. Mindig előttem van. Amikor a Flórika elkezdett lendületből futballozni,
tarthatatlan volt. De amikor úgy ilyen hanyag módon, ilyen álló helyzetben próbált cselezgetni, meg pilinckázni, az nem az ő játéka volt. Nagyon-nagyon sok beszélgetésen estünk keresztül, amíg ezt megértette. De hát nyilván a fejlődés is ezt magával hozta, tehát önmagában a fejlődés is nyilván magába hozta, hogy azért ő is rájött, hogy melyik az a stílus, ami neki jó. Józsi bácsi edzői korszakáról, meg a 90-es évekről is bővebben beszélgettünk a top 9 vonatkozó részében, ahol ugye a 9 legjobb 90-es évekbeli ferencvárosi labdarúgót kerestük. Most azonban nagyon szorít minket az idő, úgyhogy picit így zárásként, bár azt mondta, hogy nem szereti a kerek évfordulókat, de azért van ilyenkor egyfajta számvetés, egyfajta visszaemlékezés, hogy mit adott önnek akár a Ferencváros ez alatt a 7 évtized alatt? Van, igen. Tehát amikor, én úgy gondolom, nem vagyok ezzel egyedül, tehát amikor valaki egy ilyen 60-as, 70-es életkort elér, akkor azért többet tekint vissza, mint előre, és akkor csinál egy számvetést. Én összességében azt kell mondjam, nekem az életem regénye így lett megírva, mert meggyőződésem, hogy valahol ez meg van írva, és nagyon nehéz jobbra vagy balra letérni arról az útról, ami valahol kijelöltetett az ember számára. Én a szakmai pályafutásommal abszolút elégedett vagyok. Nyilván lehetett volna jobb is, ha más nem az edzői karriert nézve nem adatott meg az a lehetőség, aminek szerintem meg kellett volna, amit szerintem meg kellett volna, hogy kapjak. De én ezt így lezártam. Én azt gondolom, hogy összességében büszke vagyok, ha azt nézem, hogy honnét indultam, milyen körülmények között és hova értem el. Én erre nagyon büszke vagyok, de a legbüszkébb arra vagyok, hogy és akkor ugye megfelelő életkorban mondják az ember, hogy legendák, meg mit tudom én, tehát, és nem csak magamról beszélek nyilván, hogy borzasztó büszkeséggel tölt el, hogy azért gondoljuk el, hogy nem a mit tudom én, milyen csapatba. Azért a világ egyik és Magyarország egyik legjobb csapatába, Ferencvárosba tudtam lejátszani X mérkőzést, hazait, nemzetközit, tudtam díjakat szerezni, és ráadásul olyan szerencsém volt, hogy még edzőként is tudtam szolgálni az egyesületet és a csapatot, és a mai napig oda tartozónak gondolom és vélem magam. Még egy mondat zárásig, ugye, mert van egy szakmai rész, van egy magánéleti rész, az nem annyira sikerült, de hát ezt is az embernek el kell fogadni. Abban is voltak sikeresebb időszakok, mondjuk a legnagyobb siker az, hogy van egy nagyon talpra esett és egy nagyon tisztességes, normális fiúgyermekem, tőle van egy fiúnokám, aki szintén a sport felé orientálódott, igaz, hogy nem lábbal, hanem kézzel, mert egy nagyon-nagyon tehetséges, nem akarom elkiabálni a korához képest, egy nagyon tehetséges kosárlabdázó próbál válni 15 évesen, úgyhogy ez a része, ez úgy rendben van. Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és mondanám, hogy 10 év múlva találkozunk, de hát addig még remélem, hogy nagyon sokszor láthatjuk majd itt vendégül. Köszönöm szépen még egyszer. Én és akkor boldog köszönöm. Szülinapot a nagyon szépen köszönöm is. A meghívást. Önöknek, hölgyeim és uraim, köszönjük szépen a figyelmet. 2 hét múlva jön majd a következő új Fradi Szív, jövő héten pedig a Top 9 legújabb epizódját nézhetik meg itt nálunk, vagy addig a YouTube-on és a Facebookon megtalálják az összes eddigi beszélgetésünket. Viszontlátásra!